A Gála műsor pincei résztvevőit kérdeztük. 16 éve indult ez a kezdeményezés Pincehelyen, és azóta változó létszámmal, jelenleg 40 fővel dolgozik az együttes. Hát egy új koreográfiához egy év kell. Nyaranta hagyományőrző tábor van, akkor kezdik összeállítani a tanév anyagát, és akkor egy éven keresztül heti egy alkalommal szombatonként gyakorolnak a gyerekek, és mostanra készült el az új tánc. Alsós korom óta táncolok, nagyon szeretek táncolni, szeretem a magyar népviseletet, szerintem fontos a hagyományőrzés és a hagyományoknak a továbbadása, és azért gondolom ezt fontosnak, mert akkor az embernek van egy ilyen értékrendje, amit tovább tud adni, és azt szerint tud élni. És hogyha ez szerint az értékrend szerint élünk, akkor lényegében, amit az ősök ránk hagytak, azt mi tovább visszük. És ez azért jó, mert mondjuk akkor nem botlunk bele azokba a hibákba, amiket mondjuk az őseink végeztek, vagy pedig egyszerűen csak tovább visszük azt, amit tudjuk, hogy az jó, és azt nem kell leadni. Nyári Éva, a rendezvény mozgató rúgója, mesélt nekünk a Pünkösdi Gáláról, aki 30 éve vezeti a Kapos Tánc Együttest. Az igazság, hogy ez a Pünkösdi Gála, ez már előttem, tehát 30 évvel ezelőtt elindították Dombováron a Kapos Tánc Együttes vezetője, Takács László János. Pünköstkor kiszoktuk táncolni a májusfát, pünköst hétfőn szoktuk tartani, de most már a családoknak az élete megváltozott, és a pünkösdi időszakot pihenéssel, kirándulással, wellness-szel töltik, és hogy azért a műsor ne maradjon el, így próbáltuk egy hétköznapra, amikor még nem utaznak el a családok vidékre, megtartani. Bizony ez már hosszú éve megvan, és hogy megtarthatjuk, és élőzenével ilyen szépen táncolhassanak a gyerekek, mert az egy örök élmény, hogyha élőzenekar jön, és nem a gépzenére táncolnak. Nehezebb is, mert nehéz a próbát összeszervezni, de bevállalták a gyerekek is, és én is úgy gondoltam, hogy ez egy nagy élmény a kisgyermekeknek, a családoknak, a közönségnek, hogy élőzenekarral muzsikálhatunk, és az anyagiakhoz mindenképpen a Csóri alap szolgálja a támogatást, hiszen minden évben pályázunk, és mindig nyertes pályázatot írtunk, és köszönjük is a pénzt, mert ez enélkül nem is élne ma egy táncegyüttes, és egy ilyen vidéki dombovári csoportnak ez nagyon nagy segítség. A város is támogat bennünket, támogatóink is vannak. Legnagyobb támogatók még mindig a szülők, akik mindenféle programba beszállnak szó nélkül és segítenek. A mai napon én tanítok a Dombovári Evangélikus Általános Iskolában magyar néptáncot is, magyar irodalom, nyelvtant, énekzene és néptánc szakos pedagógus vagyok, és elhozom a gyerekeket, akik elkészülnek erre az időpontra, és nézzék meg a szülők, hogy mit csinálunk egész évben, tekintsék meg a gyerekeknek nagy élmény a színpadon szerepelni. Most például itt azt mondták, hogy nekem ez volt a legjobb napom. Úgy érezték most a táncolás után kiizzadva, kimerülve, hogy ez egy nagyon jó pillanat, amikor a szülőknek megmutathatják, hogy mit csinálnak az iskolában, fölvehetik a viseleteket, egyáltalán megtanulják viselni, mert nagyon nehéz az is. Látszott egy-kettőnek logott a kis alsó szoknyája, de akkor lesz miről beszélnünk és megigazítani, és tudják, hogy mit jelent a paraszti kultúrának bizonyos része. A tánc, az ének, a viselet, a tartás. Minden évben megrendezzük, és még a vendégeink voltak, ugye a műsorban is többször elmondtam, a Pincehelyi Néptánc Egyesület, a Eszter Lánc Néptánc Csoport, kicsik és nagyok, a kis galgamácsai lakodalmassal, a nagyok pedig egy bukovinai koreográfiát táncoltak a közönségnek. Többnyire a tudásuk alapján próbálom meg az életkoruk alapján összeválogatni, és hát akik a háznak a táncosai, és most már a 70. évfordulóra készül, ők a Kapos Alapítványnak a Kapos Tánc Együttese, kicsik és nagyok, akik szintén táncoltak ezen az előadáson. Hát a tanításnak és a színpadi produkcióknak is az a célja, hogy a gyerekek szeressék meg a néptáncot, a magyar néptáncot, a identitástudatuk fejlődjön, a magyarságtudatuk, ismerjék meg a paraszti kultúránkat, és maradjanak magyarok.